Zenével kezdődött a Városligetben az MSZP majálisa. Aztán Horváth Csaba MSZP-s főpolgármester jelölt ment fel a színpadra. Van egy fontos hírem! Napok óta óriás plakátokon hirdette a mai beszédét, azt, hogy van egy jó híre. A Demszki korszaknak vége. A szocialisták főpolgármester jelöltje azt ígérte, 2013-ig ingyenessé teszi a tömegközlekedést a fővárosiaknak. Alanyi jogon kapjanak egy Budapest polgára kártyát, amellyel díjmentesen igénybe vehetik a közösségi közlekedési szolgáltatást. Horváth Csaba azt mondta, a legalább 4 éve budapesti lakcímmel rendelkezők vehetnék igénybe, és a Budapesten tanuló diákok. Erre a dugódíjból lenne pénz, amit most vezetnek be. Évi közel 50 milliárd forintos bevétel lesz. A Fidesz budapesti frakciója szerint ez komolytalan. Közleményükben azt írták, alig néhány hónapja vállalt a szerződésben Horváth Csaba Demszki Gáborral és Bajnai Gordonnal, hogy évente az inflációval emelik majd a BKV jegyárát. Azt is írták, hogy a budapestiek látják, hogy az MSZP ígéreteiből hazugságok és korrupciós ügyek sorozatai lettek. Semmi más, mint demagógia ez a javaslat. A Városi Közlekedési Egyesület szóvivője azt mondta, csődbe menne a BKV, ha ingyenes lenne. Ezt a 70 milliárd forintot elveszteni a BKV, hogyha az ingyenes tömegközlekedést megvalósítanák Budapesten, és nem látszik azt, hogy ezt miből lehetne ellentételezni. A Vitézi Dávid, aki a BKV felügyelőbizottságának fideszes tagja, azt is mondta, hogy a dugódíjból nem folyna be ennyi pénz. És azt tudjuk mondani, hogy kb. 8-9 milliárd forint az, ami összes bevételként a dugódíjból keletkezhet. A majálison egyébként Horváth Csaba beszéde alatt lögdösődés volt a színpad előtt, előbb a Hír TV operatőrére, majd egy fotósra támadt 3 idős ember. Ezért jöttek ide botrán csinálni! Jó íre van! Nem félek kimondani, elvtársaim! Horváth Csaba után Mesterházi Attila ment a színpadra, aki azt mondta, megértették, hogy meg kell újulnia az MSZP-nek. Nyitott, demokratikus, nemzeti és karakteresen baloldali néppártként működik a következő időszakban. A majális a politikai beszédek után ugyanúgy folytatódott, mint minden évben. Az emberek zenét hallgattak, kolbászt ettek és sört ittak.